csak edzőkövezetőként vagyok itt, hanem a Demokratikus Kartának vagyok a képviselője, amit a Balogh István barátom említett. Az OVT-nek is vagyok a jogtanácsosa, jogász vagyok. Az, hogy mi lettem ebbe a mozgalomba bele, az nem véletlen. Én nagyon örülök, inkább visszamegyek, mindenkinek a hozzászólása kiváló volt, de visszamegyek ahhoz a hozzászóláshoz, amely a második hozzászólás volt, harcolni. Tehát én teljes mértékben egyetértek ezzel a magatartással, vége van, nincs tovább hátrálni. Én elmondom megpróbálom 5 percben elmondani gyorsan, amit én szeretnék. Gyakorlatilag nincs tovább hova hátrálni. Tudomásul kell venni, hogy az Orbán kormány szembe kell, le kell váltani. Ellopta az ország vagyonát. Én jogász vagyok, tényekből dolgozom, tényekkel bizonyítom. Nem elméletből szórakozom. 3500 milliárd vagyont, emlékezzen mindenki, vegye elő a kamrából az emlékeket. 3500 milliárd vagyont, amit bennük gyűjtettek össze a nyugdíjunkat, azt mondta a Orbán Viktor, hogy az állam jobbgazda. Az mit jelent? Elveszi és beteszi az állami számlára, kérem szépen. 160 milliárd forint van meg a 3500 milliárdból. Az a világ legnagyobb méretű sikkasztása. Ezért akasztanak Kínában, uraim. Rákosék négyeltek volna. Mi még itt vagyunk. Nincs mit enni. Jogászként üdevizételesekkel foglalkozom. Éhező, síró emberek jönnek. Öngyilkosok vannak. Ne elmélkedjünk, lépni kell. Balogh István barátom értek egyet. Nincs tovább. A vége felkelés lesz. Tudom, hogy nem tetszik. Tudom, hogy nem tetszik senkinek, de nincs tovább hova átrálni. Azt nem lehet, hogy vendégek legyünk a saját hazánkba, és ki kelljen menni, és röhögjenek a képünkbe, és ha megjelenik a felcsúti kanász, akkor cinikus mosolyjal elkezd hazudni a pofánkba, és elhisszük. Hát ne higgyük el, uraim! Itt értünk föl mindahányan, nem lesz kaja, füvet fogunk legelni, ezt tessék tudomásul venni, nem áll meg a lopás. Vége van, össze kell fogni. A másik dolog, ez volt a saját speciális dolgom, igyekszem 5 percben. Nagyon volt a Pokolacinak a hozzászólása, össze kell fogni. Én nekem egy taktikai tanácsom van, miután egyfordulós választás van, mindegyik egyéni képviselő, aki bárhol indul, igyekezze a saját személyes adottságait a legjobban kihasználni. És amikor lement az összes fórum, az emberek ki fogják tudni választani, ki volt a legjobb, és össze lehet hozni, és azt az ember kell kiemelni, és mindenki be fog jutni. Kőkemény, nincs elmélet, nincs esküccék, az esküccék nem egy Magyarországon. Amit elmondott az előbb hozzászóló, kiváló elméleti grimmese volt, de nem működik, sem demokrácia, sem jogilag, ez nonsense, vége, nincsen. Ez nem megy Európában sem, államhatalmat meg kell védeni, fegyveres testületeknek nem. Az igazság kell, és megint visszaszólok, amilyen ide ülök, hogy miért ülök itt, és miért beszélek. A hazugságból van elegem. Tudják, uraim és hölgyeim, a hazugságból van elegem. Az, hogyha a szóban nem lehet megbízni, elmondom mi, ami rombolódik. A társadalom, a család, a kapcsolatok. És amikor eljön a háború, és nem lesz víz, csak homok, és a kulacs csak egy van. És csak együtt tudunk átmenni az erdőn, de utána mindenki hazudik, nem hiszi el, hogy a másik megtartja a kulacsot, és egymástól felövöldöz, és mindenki megtöbbik. Csak akkor tudunk előre menni, ha hiszünk, és a szavaknak az értékét visszaszöljük. És Orbán Viktor és kormányát felelősségre kell vonni a hazudozások miatt. És megcsúgom mindenkinek, tételesen, tényszerűen, felelősségre vonható Selmeci Gabriella, Kövér László, Áder János, Orbán Viktor és miniszterelnökei tényszerűen úgy, hogy a világ összes bírósági ítélet és el is kell őket ítélni. Mert a mi vagyonunkból tönkretették az országot. Ilyen nem volt még 1000 éve, amit ezek az emberek csináltak. Én nem vagyok harandó ezt tűrni. Köszönöm.